Ebbe a könyvbe gyakorlatilag teljesen vakon fogtam bele. Annyit tudtam, hogy kult klasszikus, és hogy ezért előbb vagy utóbb majd úgyis fel kell dolgoznom, de kb. Ennyi. Aztán a megregása bizony el is tartott egy darabig. Na ez nem ruható mint Pirsig számlájára. A saját, nem erőltetett tempomra beállás amúgy is egy jelentősebb szünetet követelt. De azért az olvasottak megemésztése is igencsak nyomott alatba. Egy másik lehetséges ok a tempomra, hogy a zen meg a motorkerékpárápolás művészete egy tömör, rengeteg okosságot és merengést tartalmazó útiregénybe csomagolt filozófiai értekezés a modern társadalom változatos rákfenéiről, hogy hogyan jutottunk idáig, és hogy mit tehetünk ellenük. Én ezekből leginkább csak a főszálat igyekszem egy koherens egészé összefoglalni a továbbiakban, ahol a keleti és a nyugati kultúra egyik legnagyobb szemléletmód ellentétét igyekszünk kibékíteni. Értitek, mert zen meg motorkerékpárápolás. Minden esetre előjáróban én sem mondanék sokkal többet a tartalomról. Maradjunk annyiban, hogy kamatosan téríti meg a ráfordított időt. A körítés. A Csautauqua egy népszerű felnőtt oktatási és társadalmi mozgalom volt az Egyesült Államokban a 19. század végén és a 20. század elején. Az én értelmezésemben kb. A mai TED talkokra kell gondolni, csak utazó előadók és helyben megtartott előadások formájában. Pirsig tudatosan ilyenre veszi a könyv hangulatát, és többek között a saját élettörténetén keresztül mond nekünk egy tanmesét. A jelenbeli szál több állomáson keresztül vezet minket végig Amerika középső tájékain. Először Minneapolisból motorozunk a hegyekig négyesben, Pirsig a fiát Chris-t szállítja, John és Sylvia pedig barátokként csatlakoznak erre a szakaszra. A sziklás hegységtől kezdve pedig már csak az apa-fia duó marad, először némi túrázásra, végül pedig egy pluszadag motorozásra a kontinens túlpartjáig. Ebből a szempontból az önállóság, a találékonyság és az igazi camping minimalizmus tetszett nagyon. A nedves hálózsákok, a köveken szárítandó ruhák és a szigorú beosztásra szoruló élelmiszer készletek szépen felidézik a Walden mondani valóját, miszerint valójában milyen kevésre is van az embernek igazán szüksége. Sőt, nem is csak szellemében idézzük Thoreaut, hanem konkrétan a könyvén keresztül, ami még egy ilyen minimalista túrafelszerelésnek is része volt Pirsig hátizsákjában. Az ilyen körülmények után pedig annál jobban tudja majd értékelni az ember, ha egyszer-egyszer egy útszéli motelben ágyat is láthat. Megvan tehát a váz, aminek keretei között kibontakozhat a múltbéli szál. Pirsig fiatalsága, matekos, fizikás tanulmányai, a tisztán objektív tudományból való kiábrándulása, az egyre erősebb filozofikus érdeklődése, és hát a felismeréseiből következő szó szerinti megőrülése. Elmeséli, hogy elektromos sok terápiában részesült, hogy azóta mennyire más személy lett, és hogy mennyivel szürkébb életet él. És technikai író, akinek felesége van, meg gyereke. Ez a túra is leginkább arra irányul, hogy felelevenítse a régi emlékeit, illetve megpróbálja összeegyeztetni a mostani tudatát a régi énjével, akire csak harmadik személyben utal. Az már csak ráadás, hogy ezáltal az apaság területén érzékelhető hiányosságait is orvosolhatná. Formailag szerintem ügyes, ahogy a mély, száraz, krétaporosan tantermi filozófiai dolgokat, amik magukban talán elriasztanák az olvasót, vegyíti a motoros úti regénnyel, hogy menet közben fenntartsa a kapcsolatot az utca emberével. De ezekre a körítő dolgokra én most ennyivel ráhagynám, úgyhogy jöjjön a filozófikusabb veleje. A probléma. Pirsig a motorjavításhoz való hozzáálláson keresztül mutatja be, hogy ő és egy barátja, meg úgy általában az emberek, mennyire másként tekintenek a technológiára és a modern, természetellenes, embertelen életre. Ám szerinte ezeken a területeken is ugyanúgy megtalálhatjuk az emberséget, mint mindenben, ha megfelelően állunk hozzá. Látszólag egyik oldalon a technológia utálók, a másikon a technológia szeretők állnak. Csak hát a technológia utálata, úgyhogy közben azért mégis függünk tőle, az lényegében nem más, mint szimpla hálátlanság. De sajnos azzal nem téríthetünk meg senkit, ha hálátlannak nevezzük egyenesen az arcába. Persze a másik oldalon sem ennyire egyszerű a helyzet. Egy amatőr, nem törődöm szerelőműhelyben szerzett tapasztalataiból könnyen levonható a tanulság, miszerint nem csak akkor menekülünk a technológiától, ha szó szerint kerülni próbáljuk. Akkor is, ha benne vagyunk ugyan, de nem vagyunk benne igazán. Ha úgy vagyunk benne, hogy közben alig várjuk, hogy benne se legyünk, és ne is kelljen gondolnunk rá.
Az oldalak közti ellentétre jó példa, amikor Pirszig egyik barátja vadonatúj BMW-jén sörös dobozzal szeretne megjavítani egy nem elég szoros kormányrúd rögzítést. A barát azt látta a sörös dobozban, aminek elsőre tűnik. És az ő márkás, csillivilli motorját nehogy már egy sörös dobozból kivágott darabkával kókányolják össze. Pirszig viszont azt látta a sörös dobozban, amit jelent, és ami emiatt lehetne. Márpedig az alumínium anyaga miatt pont tökéletes lett volna a célra, mind a relatív puhasága, mind a rozsdaállósága szempontjából. Mint látjuk, különböző dimenziókból vizsgálták a technológiát. És valószínűleg a barátjának sem lenne semmi baja a technológiával, ha az csak úgy együttműködne vele, úgymond surlódásmentesen. Próbálna ő kiegyezni vele, nem véletlen van motorja egy off-grid, önellátó, csak kéziszerszámokat használó farm helyett mondjuk. De amikor ez a kiegyezés elégszer nem sikerül, akkor csak úgy rámondja, hogy ez nem neki való. Ezzel szemben Pirszig alánéz a dolgoknak, amivel előbb-utóbb meg is találja az együttműködés módját. Amivel itt szemben állunk, az valójában két különböző valóság. Egy a közvetlen művészi kinézeteké, és egy másik az az alatt megbújó tudományos magyarázatoké. És ez a kettő nem hasonlít, nem illeszkedik, és gyakorlatilag semmi közük sincs egymáshoz. Itt érünk el a fő kettősségig, a humán per reál, avagy a romantikus per klasszikus dihotómiáig. Az előbbi ellentét pedig azért jöhetett ki ilyen szépen, mert sajnos a motorozás és a motor karbantartás nagyon is különböző oldalán vannak ennek a szakadéknak. Természetesen mindkét oldal képviselőinek meglehetnek a negatív véleményei egymásról. A romantikus szemében a klasszikus, unalmas, kötött, nehéz, elnyomó. Szerinte az analitikus gondolkodással a megfigyelt tárgy vagy jelenség elveszti a varázsát, az is szürkévé válik a mély megértés által. A klasszikus szemében viszont a romantikus a megbízhatatlan, csapongó, sekélyes, komolytalan. Szerinte az analitikus megfigyelés általi varázs vesztéssel együtt fontos nyereség is társul a megértés képében. Ez a két álláspont közt igyekeznénk békét teremteni. Csak míg régen az objektív világlátás volt az, ami menekvést nyújtott a világ szürkesége elől, mostanában pont, hogy annyira átálltunk az objektivitásra, hogy szinte a szubjektíveknek kell menekülniük. Az objektív leírás azért objektív, mert csak objektumok, vagyis tárgyak vannak benne. Hiányzik a szemlélő, az ő szemszöge, a személyisége, a véleménye, az érzései. És innen jön a szubjektív kifejezés is. Mert ott van egy szubjektum, vagyis egy alany, aki általában mi magunk vagyunk. Az objektív szemléletben mozog egy láthatatlan kés, ami tetszőleges tengelyek mentén vágja fel a világot. Ha mi például szín szerint akarjuk felosztani a ruháinkat, akkor lesznek kékek, zöldek, pirosak. Ha funkció alapján, akkor lesznek nadrágok, felsők, kabátok. Ha anyag alapján, akkor lesz vászon, gyapjú, műszálas. Mellesleg ugyanígy vágtuk fel a világlátási módokat is objektívre és szubjektívre. De ez már nagyon meta. A végtelen, egyre aprólékosabb és változatosabb kategorizálás és maguk a kategóriák folyamatos vizsgálata és felülvizsgálata, ez a klasszikus gondolkodásmód. De attól, hogy ezzel a késsel vágjuk a tudatos érzékelésünket megrágható méretű kategóriákra, még nem szabad elfelejteni, hogy maga az érzékelésünk is csak egy pár homokszemet választ ki a világ sivatagjából. Csak azért, mert mi azt a pár szemet hívjuk a világunknak, attól még van ott rengeteg más. Ezzel áll szemben a romantikus szemlélet, ami pedig egyben igyekszik tekinteni a homokszemeket. Ez a két oldal így direktben nyilván nem összeegyeztethető. Kéne viszont egy olyan világnézet, ami egyiket sem nyomja el. Egy olyan világnézet, ami mind a maréknyi kis homokunk szortírozását, mind a maréknyi kis homokunkban való gyönyörködést pártolja. És emellett arra is megpróbálja felhívni a figyelmet, hogy ez a maréknyi kis homokunkon túl még ott áll az egész sivatag attól, hogy nem veszünk tudomást róla. A Buddha, az istenség ugyanolyan kényelmesen megfér egy digitális számítógép áramköreiben vagy egy motorkerékpár váltójának fogaskerekeiben, mint egy hegy tetején vagy egy virág szirmaiban. Az idézőjeles rendszer, amiben élünk, az igazából azok a hierarchiák összessége, amik mentén szétválogatjuk a homokszemeinket. A probléma csak az, hogy ebből a rendszerből aránytalan mennyiségben próbálunk kizárni bármilyen szubjektív befolyást. Na, nincs egy főgonosz a háttérben, aki azt akarná, hogy értelmetlen és jelentés nélkül életet éljünk.
Egyszerűen a jelenlegi rendszerünk szerkezete olyan, ami gyakorlatilag ezt követeli. Mint ahogy Newton megreformált minden addigi fizikai elméletet, később Einstein állított minden addigi elméletet a feje tetejére. Ha tisztán racionálisan gondolkozunk, akkor ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy az igazság igazából az idő függvénye. Tetszőleges pillanatban létezik egy olyan elmélet, ami abszolút jobb, mint az összes többi. De ez csak addig áll egy adott elméletre, amíg nem jön egy új, ami annál is abszolút jobb. Ahogy követjük a tudományos módszert, úgy lesznek egyre újabb és újabb hipotézisek is. És ezzel egyre csak növeljük a valószínűségét, hogy valami jobbat találunk, mint ami eddig volt. Viszont akkor, amivel most élünk, az nem az igazság. És ami utána jön, valószínűleg az sem lesz az. Pirszik szerint az egész tudomány egy intézményesített káosz. Pedig ha egy kicsit más szemmel néznénk, igazából egy grillszet összeszerelése is szobrászat. Csak a tudomány és a művészet önkényes szétválasztása már annyira beleívódott az emberek fejébe, hogy ezt felvetni is nevetséges. Eddig a túlélés, a kajahiány, a betegségek és társaik elfedték a technológia csúnyaságát, mert az anyagi szükségleteinken segítettek. De most, hogy nagy általánosságban az anyagi szükségleteink 99,5%-ban ki vannak elégítve, így már feltűnik. Az esztétikai érzéknek és a léleknek mindenképpen szenvedni kell a technológia csúnyaságától. Ez racionalitással nem megoldható, mert a túlzott racionalitás épp a probléma része. Egyetemes megoldás látszólag nem létezik, csak ilyen egyéni elviselések, amikor az ember szándékosan kognitív diszonanciában él, és elfogadja, hogy a racionalitás az élete bizonyos részeire nem érhet el. De ez csak szőnyeg alá söprés. Ami helyett inkább kitágítani kéne a racionalitást, hogy be tudja fogadni a lelki, művészi és ilyesmi dolgokat. Azért zavaros a jelenkor, mert a gondolkodásmódunk nem elég fejlett, hogy megbirkózzon a modern élményekkel és szituációkkal. A régi gondolatok már nem elegek, legalábbis a régi formájukban nem. És ahogy egyre tovább használjuk őket a garanciális idejükön túl, annál kevésbé magyarázzák a valóságunkat, amiközben hatalmas léptékkel változik. Pirszig innen jön rá, hogy a kérdéseire eddig azért nem volt válasz, mert azok nem tudományos kérdések voltak, hanem filozofikusak. Egy kvázi magasabb szinten. Nem konkrét problémákról kell gondolkozni, ami ugye a tudomány, hanem magáról a gondolkozásról kéne gondolkozni, ezért elkezd filozófiát tanulni. És ezen keresztül merül fel először a minőség gondolata is. A nagy embetűs minőség. Pirszig a tanulmányai hátterében retorikát tanít, ahol kissé unortodox módszerekkel kísérletezik. Egy ponton például osztályzat nélküli rendszert vezetett be, amivel átvilágítható az oktatási rendszer képmutatása. Hiszen elvileg ugye mindenki azért van ott, hogy tanuljon. De igazából a túlnyomó többség azért van ott, hogy jó jegyet kapjon, diplomázzon, jó állása legyen, stb. Na most, ha nincs jegy, akkor csak az marad a kurzuson, akit érdekel, mert ő úgy is csinálná. Akit meg nem érdekel, az gyakorlatilag saját magát buktatja ki, mert érdeklődés hiányában majd nem csinálja, nem érti, és nem is jár be. Ez viszont olyan élethez vezet, ahol idővel majd megtalálja, hogy mi érdekli. És arra meg majd bejár. Ez a kísérlete látszólag népszerűtlen, de statisztikailag összevetve kiderül, hogy pont a gyengén teljesítők szemében népszerűtlen. Az erős diákok pedig inkább pozitívumként látják. A baj csak annyi, hogy a jegyek hiánya szépen megmutatja azt is, ha a tanítás nem megfelelő. Osztályzatokkal könnyű azt az illúziót kelteni, hogy van, aki tanul, van, aki nem. Ám ha nincs osztályzat, akkor mindenkiben felmerül a kérdés, hogy mit is tanul? Ha pedig Pirszig pont azt akarja megtanítani velük, hogy saját magukban nézzenek a válaszokért, akkor ő tulajdonképpen mit is tanít nekik? Érezte, hogy van ebben az egészben valami, csak a megvalósítás nem sikerült. Annak ellenére, hogy nem tudta definiálni a minőséget, felismerni azért képes. És a diákjai is. Ezáltal arra biztatta őket, hogy a minőséget célozzák minden beadandóval, ne azokat a konkrét, racionális tippeket, amiket segédletnek tanít. Elvégre egy írás akkor is lehet jó, ha nem egy órán tanult irányelvet követve készül. És attól még lehet borzasztó, hogy szó szerint követi az órán tanult irányelveket. És ez a módszer már nagyon szépen működött, csak azt nem értette, hogy miért.
Elvileg az esztétika az a filozófián belül, ami ezt a minőséges kérdést kergeti. Amit Pierce kellően utálatosnak is tartott a tanulmányai során, mert hát kik ezek az emberek, akik a minőséget racionális keretek közé akarják szorítani a maguk kis véleményeivel? Azzal, hogy ő definiálhatatlannak kiáltotta ki a minőséget, gyakorlatilag eltörölte az egész esztétikát, mint tudományt. De attól, hogy nem definiálható, még egyértelműen létező dolog. Ennek bizonyítására a realista módszert használja. Vagyis lássuk be valaminek a létezését úgy, hogy elképzeljük, milyen lenne, ha nem lenne. Minőség nélkül nincs például művészet, hiszen minek a kép a falra, ha a fal is ugyanolyan jó. Nincs sport sem, hiszen minek gyorsan futni, ha lassan is ugyanolyan jó. És nincs szórakozás sem, hiszen minek elmenni egy koncertre, ha otthon csendben ülni is ugyanolyan jó. Egy funkcionális, de kb. Értelmetlen életig jutunk, ami szerencsére, egyelőre nagyon nem kompatibilis a világgal. Vagyis a minőség igenis létezik, még ha nincs is definiálva. És itt milyen szépen szét is hullik a világ, ha a racionalista késünkkel ez a törésvonal mentén vágunk. Ezért is lehet a minőség az első esélyes valami közösre a klasszikus és a romantikus világ között, hiszen mindkettő ismeri és használja a fogalmat. Csak míg a romantikus önmagáért értékeli, addig a klasszikus megpróbálja a késével ezt is felvágni és darabjaiban vizsgálni. Azzal, hogy meggátolta a definiálást, Pierce igazából arra kényszerítette a klasszikusan gondolkozó diákjait, hogy ők is romantikusabban tekintsenek a minőségre. Ezért volt hatásos. És akkor ez a bizonyos minőség most objektív vagy szubjektív? Ha objektív, akkor miért nem lehet mérni? Ha pedig szubjektív, akkor embere válogatja, bármi rámondható, és mi helye egy egyetemi tananyagban? Na, itt következik a mentális áttörés. Pierce végül arra jut, hogy már a kérdés torzít, mert bele van építve a feltételezés, hogy a minőséget vagy a tárgy, vagy az alany teremti. De mi van, ha a minőség az az esemény, ami igazából a tárgyat és az alanyt teremti? Mondjuk, mert az alany akkor kerül tudatába a tárgynak, a tárgy pedig akkor kerül az alany megfigyelése alá. Szóval a cél egy hagyjányi tágul. Nem is csak a tudományos és a művészi nézeteket akarjuk egyesíteni, hanem most már a vallást is ide vesszük. Hiszen ha tényleg a minőség egyesíti az alanyt a tárggyal, akkor a minőség ugyanaz az egy, mint az Isten, a Tao vagy Buddha. Ha nem ugyanaz lenne, akkor ugye már nem egy lenne, hanem kettő, ami megint a dualitás, ahonnan jövünk. Tehát ha a minőség minden forrása, akkor az a vallást is bevonja a képbe, aminek a tudomány kocka szemlélete és a művészet vagány szemlélete csak kivetülései. És itt most húzzunk is gyorsan egy vonalat, mert ahogy maga Pierce is mondja, szerintem a metafizika akkor jó, ha javítja a hétköznapi életet. Különben felejtsd el. Szóval, akinek akad erre valami vallásosabb vagy spirituálisabb hajlama, az nyugodtan gondolja tovább az itt felmerült utalásokat abban a kontextusban. Ki tudja, hát ha maga Isten is egy árnyaltabb képet kap. Sőt, talán innentől már nem is egy felhőn ülő szakállas bácsi képét ölti. No de a többiekkel menjünk tovább a felismerés praktikus vonatkozásai felé. A fő tanulság pedig szokás szerint megtévesztően egyszerű. Törődnünk kell azzal, amit csinálunk, mert az egyesíti az alanyt a tárggyal. A tradicionális gondolkodásmód klasszikus hátulütője, hogy rossznak éljük meg az elakadást bármilyen probléma megoldása során. Ez azért van, mert különbözőnek tekintjük magunkat a problémától, amit épp megoldani igyekszünk. És persze, természetesnek tűnhet egy motor javítása során, hogy én vagyok, nem a motor. De ez csak azért természetes, mert ez a modern világ nézőpontbeli alapértelmezése. Ettől nem feltétlen lesz igaz, és pláne nem lesz hasznos. Mert jó, oké, a motor csak pár fém meg műanyag alkatrész. De akkor én meg csak pár csont és izomrost vagyok. Miért ne lehetne, hogy a motor mentális modellje összeolvadjon az én tudatommal, és miközben a mélyebb megértés által magam tökéletesebbé teszem, azáltal a motort is megjavítom. Ugyanennek a tradicionális gondolkodásmódnak a romantikus hátulütője a rondaság, amit a modern világban látunk. Pedig semmilyen tárgyban nincs eredendő rondaság. A minőség nem a tárgy, és nem is az alany tulajdonsága, hanem a viszonyuké. Szóval, ha valami szar, akkor az azért szar, mert nem érzünk vele egységet,
sem a gyártásnál, sem a birtoklásnál, sem a használatnál. Nem menekülni kell tehát a technológia elől, csak más megvilágításba helyezni a hozzá viszonyuló kapcsolatunkat. Például, amikor először vagyunk képesek átrepülni az óceánt, vagy először lépünk a Holdra, akkor könnyű látni, hogy a technológia, a természet, vagyis a tárgy, és az ember, vagyis az alany egységéből valami olyat alkot, ami mindkettőt felülmúlja. De ugyanezt kéne éreznünk akkor is, amikor csak megélezünk egy kést, vagy megvarrunk egy ruhát, vagy épp megjavítunk egy motort. Mindent lehet szépen csinálni, és ehhez az kell, hogy egyszerre legyünk képesek látni, mi a szép, ez ugye a romantikus szemlélet, és hogy a lépéseket is tudjuk, amikkel odajuthatunk, ami ugye a klasszikus szemlélet. A tudományban megy a vak kísérletezés, mert nincs racionális megfogalmazása a megérzésnek, a művészet pedig nagyon vékony, mert csak az esztétikára koncentrál, és nem nyúl le a dolgok megértéséig. A lényeg tehát, hogy az alanyt és a tárgyat ne válasszuk szét a fejünkben. Ez vezet egy olyan belső nyugalomhoz, ami aztán jó értékrendet diktál. Ami aztán jó gondolatokat ébreszt. Amik aztán jó tettekhez vezetnek. Amiknek az eredményeként a magunk körüli világot is olyanra formálhatjuk, ami összhangban van a belső békénkkel. Ezen keresztül jutunk el a régi közhelyig, miszerint ha a világot akarjuk megváltoztatni, először magunkat változtassuk meg. És ezzel nagyon szépen kapcsolódunk a társadalmi reformokhoz, illetve bármilyen interpersonális stratégiához. A politikai változás már csak a szociális értékrend kimenete. A szociális értékrend pedig az egyéni értékrendek kimenete. Ne a végén akarjuk kezdeni. Kezdjük az elején. Mások beszélhetnek az emberiség sorsának kiteljesítéséről. Én csak a motorjavításról akarok beszélni. Azt gondolom, hogy az én mondani valóm tartósabb értéket képvisel. A jelen megélése. Bónuszkörgyaránt ide gyűjtöttem a kedvenc zen idézeteimet a könyvből, amik remélhetőleg nem csak nekem szemléltetik hatásosan, miért is lenne fontos megtanulnunk pont ott jól érezni magunkat, ahol épp vagyunk. Jó időt szeretnénk futni, de mi ezt inkább jóban mérjük, nem időben. És amint ezt a hangsúlyváltást megteszi az ember, minden megváltozik. Az igazság ott kopogtat az ajtódon, mire te azt mondod, menj innen, épp az igazságot keresem. Az pedig odébb áll. Egyszer, mikor kb. 10 éves lehettem, mi is megálltunk így az út mellett, és vagy fél tekercs filmet elhasználtam a fényképezőből. Amikor előhívattuk őket, sírtam. Semmi nem volt rajtuk. Mármint semmi nem volt rajtuk abból az élményből, amit az a látvány akkor és ott nyújtott. Na ezért kell megélni a pillanatot, nem pedig megpróbálni megörökíteni. Az utóbbi úgysem fog sikerülni. Hegyet mászni a lehető legkisebb erőfeszítéssel és vágyakozás nélkül érdemes. Határozza meg a saját természeted a sebességedet. Ha nyughatatlan vagy, gyorsíts. Ha kifulladtál, lassíts. Így a nyugtalanság és a kifulladás közti egyensúlyban mászod a hegyet. És amikor végre már nem előre gondolkozol, minden lépés magában is egy páratlan esemény lesz, nem csak egy eszköz egy cél érdekében. Ennek a levélnek fűrészes a széle. Ez a kő instabilnak tűnik. Innen nehezebben látni a havat, pedig közelebb van. Az ilyesmit amúgy is észre kéne venned. Sekélyes, ha kizárólag egy jövőbeli cél érdekében élsz. A hegyoldalon található az élet, nem a csúcson. Az ego hegymászó itt van, de még sincs itt. Visszautasítja az ittet, elégtelen vele, már feljebb szeretne tartani az ösvényen, de mikor felér, akkor is ugyanolyan elégedetlen lesz, mert akkor már az lesz az itt. A múlt nem emlékezhet a múltra. A jövő nem teremtheti a jövőt. Ez a pillanat, itt és most, nem kevesebb, mint a teljes összessége mindennek, ami csak létezik. Összefoglalás. Ha elég kis darabokra lebontjuk, akkor Pearsig végül is nem mond sok újat. Viszont itt megint inkább az számít, ahogy mondja, illetve amilyen mentális vágásokkal az odavezető lebontást végzi. És hogy azáltal hát, ha pont most jut a fejünkbe a régi mondani való. Számomra például nagyon szépen, mégis praktikusan festi meg az alany-tárgy dualitás hátrányait. Add mellé egy kezelési hozzáállást, ami a mélyebb metafizikai részletek nélkül is elmegy egy általánosan alkalmazható, mondjuk úgy józan paraszti ész jellegű tanácsnak. A metafizikai részekkel együtt pedig eljutunk akár az egyhez,
ami nézőponttól függően akár spirituális vagy vallásos élményt is nyújthat. Végül a jelen megélésének fontossága és bármilyen más viselkedésforma hihetetlen ostobasága csak úgy süt a sorok közül. A körítésként szolgáló úti mese nem annyira az én asztalom. Az meg főleg nem, hogy egy viszonylag még megérthető intellektuális krízist egészen a mentális összeomlásig visszaszerző. De ha mindennek mögé nézünk, bőven akad itt gondolkodni való.